A Terézvárosi búcsú díszünnepségén posztumusz Terézváros díszpolgára címet adományozta Géretz Attilának. Nagyon sokan ezt a nevet egyáltalán nem hallották, nem ismerték. Emiatt szeretnénk most a nézőknek segíteni Hajnal Gézával, aki a Budapesti Műszaki Egyetemnek a docense, tanára, tisztelettel köszöntöm, és egy olyan könyvnek, tanulmánynak a szerzője, ami a Géretz hagyatékot tárja elénk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tényleg megmondom egész őszintén, hogy most, amikor az 56-os esemény sorozatok mennek, és sorra kerülnek napvilágra olyan tények, események, olyan embereknek a tettei, tevékenységei, akikről nem hallottunk, el is csodálkozom. Nagyon sokáig el voltak hallgatva ezek a témák. Ezek közé, az emberek közé tartozik Géretz Attila is, akit én, mint publicistát egyáltalán nem ismerte eddig. Aztán egyszer csak Terézváros díszpolgára lett, hiszen nagyon sok szállal kötődik ide. Ön miért kezdett el foglalkozni az író hagyatékával? Ismertem néhány versét, ezek nagyon tetszettek nekem, és a legjobban az foglalkoztatott a szökésről szóló verse, hogy ő 1954. júliusában megszökött a Váci börtönből, és erről egy gyönyörű, hosszú verset írt, kis prózai betétekkel. Ez egy fantasztikus, kalandos dolog, hogyha amerikai hős lenne, akkor már több hollywoodi filmet forgattak volna róla valószínűleg, és ez önmagában nagyon foglalkoztatott, és aztán elkezdtem utána nézni, hogy milyen életrajzokat lehet ő róla találni, ezek mindig oda is volt írva a különféle kiadvány, rövid életrajz, és láttam ezek között az ellentmondásokat, tehát egy csomó dátum nem ugyanúgy szerepelt az egyikben, mint a másikba, mikor tartóztatták le, miért, mi volt az az ügy, amiért őt lefogták, és így tovább, és akkor gondoltam, hogy ennek utána kellene járni. Először... Megállítva egy pillanatra csak azért, mert egy hétköznapi ember azért nem kezd el egy író vagy egy költő után kutatni. Önnek is volt hasonló élménye, hiszen a családon belül szintén így megjárta a börtönt az édesapja. Így van, tehát én abban nőttem bele a bátyámmal együtt, hogy az édesapám olyan kiskamasz korunktól mesélte a börtön élményeit, persze amiről az iskolában nem lehetett beszélni. Ezek egyébként nagyon érdekes, hogy nem ilyen szomorú vagy kesergő történetek voltak, hanem ilyen nagy nevetések, meg tércsapkodások között mesélt ezt édesapám, hogy hogyan szerencsétlenkedtek ezek az értelmiségek, meg mindenféle bárók és grófok a különféle furcsa helyzetekben, csilletolás közben a csolnoki bányában és így tovább. Hát engem ez nyilván nagyon foglalkoztatott az egész 50-es évek, meg az 56-os forradalom is. És akkor ehhez találtam egy olyan költőt, hogy az irodalom mindig is nagyon érdekelt, amellett, hogy mérnök vagyok, én mindig is foglalkoztam szép irodalommal, aki erről gyönyörűen ír, és hogy ennyire nem ismert, és akkor, ahogy kezdtem az előbb beszélni, tehát kezdtem utána nézni az életének, ezeknek a kis mozaikoknak az összerakását, hogy valahogy végre lehessen hajtani, hogy mennyi minden ellentmondásos. És így kezdtem először a levéltárakban kutatni, az állambiztonsági szolgálatok levéltárában főleg, ahol már nagyon sok plusz információhoz jutottam az addig ismertekhez képest. És aztán egy nagyon nagy lökés pedig az adott ebbe a kutatásba, hogy megtaláltam Attila, Géretz Attila bátyának, Árpádnak az özvegyét Svájcban. Ez a hölgy, ez egy hegedű tanárnő, aki nem tud egyáltalán magyarul, csak franciául, de egy fantasztikus, tüneményes asszony, aki érezte, hogy ez valamiért fontos, és az egész hagyatékot eltette, hogy egyszer ez majd még valakinek, aztán nem dobta ki. És akkor így vendégül látott bennünket a feleségemmel, és akkor átnézhettem, illetve egy részét át is adta, és akkor tulajdonképpen így állt össze a könyv, hogy a levéltári kutatásokat ki tudtam egészíteni Géretz Attila édesanyjának a leveleivel, naplóival, amiben egy csomó dolog, ami eddig kérdéses volt, az tisztázódott. Akkor ezek az anyagok elkerültek ezek szerint külföldre, hiszen a bátya, ha jól tudom, akkor 1945-ben hagyta el az országot, mint karmester, és kint Franciaországban karriert is futott be. Így van, Svájcban. Svájcban futott be karriert, így van. Többször hagyta el az országot, de már 47-ben egyáltalán nem ért itthon. Ő először legálisan, tehát ösztöndíjakat kaptak. Az akkori zeneakadémiai képzés is nagyon, tehát világhíres volt, és nagyon sok fiatal zenész hagyta le, komoly zenész abban az időben az országot. Géretz Árpád, tehát a középső bátyja volt Attilának, Svájcba telepedett le a Genfi tó környékén, ott élt, és Cserfalvi Elis, szintén nagyon híres hegedűművész volt a felesége, csak ő fiatal meghalt, és a második felesége Krisztin Géretz, aki ezt a hagyatékot így megőrizte. Mi volt a legmeglepőbb a hagyaték elolvasásakor, és mik voltak tényleg azok az ellentmondások mondjuk a dátumokon kívül? Egyáltalán mi volt a bebörtönzésének az oka? Mert most 56 környékén, ugye az ünnepségsorozat környékén általában a forradalomról beszélünk, a forradalomban részt vett emberekről és az utána való megtorlásról.
világról. És kevesebb szó esik magáról az 50-es éveknek a rettegéséről, a félelmeiről, az ázsiai provokatőrök tevékenységéről. Ő neki mi volt a konkrét vágya? Igen, tehát 1950. december 8-án került börtönbe, akkor tartóztatták le, és pontosan a Terézvároshoz kötődően, tehát a Munkács Mihály utca 34-ben lakott az édesanyjával, addigra az édesapja meghalt, a bátyai már emigráltak, és ugye ez egy olyan ház, ami a másik sarka, az a Podmanicki utcára nyílik, ott nagyon nagy háztömbök vannak, és ezek mávos házak voltak. Géretz Attila édesapja, Vitéz Géretz Ödön, ő a MÁV-nak a főmérnöke volt. Ez már magába egy nagyon nagy rossz pont volt az akkori rendszerben. Így van, és ebben a házban ráadásul csupa ilyen fiú lakott, akinek az édesapja hasonló mérnökök voltak, értelmiségek, és nagyon sokan az első világháborúban, vagy később katonai szolgálatot láttak el, vagy akár katonatisztek is voltak köztük. Hát önmagában ez a kör, ez már nagy szálka volt a rendszer szemébe, ugye ez is nagyon érdekes, hogyha valaki az állambiztonsági adatokat nézi, akkor az egyházhoz kötődő emberek, a katonasághoz kötődő emberek és az értelmiségi, ez volt ugye a három nagy kör, akire rászállt a Rákosi rendszer, és egy koncepciós per, tulajdonképpen hűtlenségért ítélték őket el. A házukban lakó több fiú, a Mohos Endre, Bosnyák László, Bálint Gyula, ők voltak a legjobb barátai, és a Bálint Gyulát ki is végezték ebbe a koncepciós perben. Nagyon röviden az volt a lényege, hogy a Bálint Gyulának volt egy bátya, Bálint Antal, aki egy régi katonatiszt volt, és ő már emigrált, de kibejárt a határon. És nagyon sokszor foglalkoztak ezek a férfiak azzal, hogy csempésztek embereket, tehát átjuttattak. Uh-huh. És aki erről tudott, vagy bármiben részt vett, a Géretz Attila annyit vette be részt, hogy beszélgetett ezekkel a fiúkkal, a Bálint Antal. És nem jelentette? Nem jelentette, illetve kétszer az ő lakásukba találkoztak. Uh-huh. Hát ennyi, ami biztos. Aztán erre persze ráagadtak egy csomó butaságot, hogy rádióadóvevőt akartak az Alföldön működtetni, meg a rendőrségnek, a teherautóinak a rendszámát gyűjtötték, szóval egy csomó dolgot raktak még erre rá, és akkor így kapott Géretz Attila 12 évet. Amit kérdezett, hogy mi volt a legizgalmasabb azért ebben a hagyatékban, amit Krisztin Géretztől megkaptam, két dokumentumot említenék. Az egyik, az édesanyának van egy olyan füzete, tulajdonképpen egy napló, az van ráírva a cím, hogy el nem küldött levelek. Elküldetlen levelek, bocsánat, uh-huh. Elküldetlen levelek. Ezt a kötetben ELK-nál jegyzeteltem, még ez 52 oldalas füzet, ami tulajdonképpen egy levél és egy naplónak a határán mozog műfajilag, mert hogy azt írja le, hogy hogyan veszti el a családját, a férfiakat, hogy hal meg a férje, aztán hogy emigrál egyik báty, Mátyi, és utána másik báty, hogy kerül börtönbe Attila, és aztán utána később ugye meg is hal 56-ba. És ez egy fantasztikus napló, amiben minden egyes eseményre reflektál, tehát minden dátumot, ami eddig kétséges volt, innen tudtunk meg. A másik nagyon fantasztikus dokumentum, az pedig, amit mostanáig nagyon sokan kerestek a Géretz rajongók, az a bizonyos kiáltványa, amit Attila 56-ban fogalmazott és felolvasott. És erről rengeteg legenda volt, hogy ezt a Tamás Járonon írta, meg hogy a rádió leadta. Most ez így elég világosan kiderült, hogy ez nem így volt. Az egy másik kiáltvány, amit Tamás Járonék és az akkori komoly írók, az Írószövetség tagjai, Németh László, Zerg Zoltán, stb. Aláírtak. Géretz Attila egy másik kiáltványt írt, amit a Pofos székházában, a Benczúr utcában olvasott föl, november 3-án délután, és 4-én adta volna le a rádiódadira, ugye bejöttek az oroszok, és ez egy fantasztikus szöveg, ez egy olyan kétoldalas géppel írt szöveg, egyértelmű, hogy ez az a szöveg, mert az édesanyja a naplójában szó szerint idéz belőle, és egy nagyon izgalmas fogalmazvány, ami tehát egész más képet ad nekünk erről a forradalomról, amiről azt tanították nekünk, hogy csőcselék és bűnözők, és nem tudom mi. Ez képest egy gyönyörű szöveg, és azért értékes még nagyon, mert ez az egyetlen olyan szöveg, amit Géretz Attila a nyilvánosságnak szánt nem vers, hanem egy prózai szöveg. Igen. Egyébként miről ír? Most mondja, hogy nagyon szép a szöveg, mert lehet, hogy megpróbálom megkeresni, és tényleg nekünk is lesz 56-os emléknapunk majd december 7-én, és lehet, hogy be is fogom illeszteni az adás rendjébe, hiszen egy egész napot arra szánunk, hogy az 50-es évekre, illetve 56-ra emlékezzünk. Mi volt a különbség a között, amit ugye mondtak, hogy mi történt, meg a csőcselék, és amit ő leírt? Tehát a kiáltvány az pontosan arról szól, hogy mindegy, hogy milyen ideológiai alapon állnak az emberek, hanem azt értsék meg, hogy ez egy fantasztikus dolog a nemzet részéről, és hogy nem rekesztünk ki ebből senkit, hanem amit kivívtunk, azt védjük meg. Tehát egy kicsit, ugye néha lehet őről azt mondani, hogy forradalmár, én egy kicsit inkább szabadságharcosnak tekintem, mert a forradalmi napokban nem
úgy nyüzsgött, mint egy forradalom, viszont amikor szabadságharccá változott negyedike után, akkor fegyverrel harcolt. De ebben a szövegben a megbékélést, az egyetértést, a nemzetegyesítést, ilyeneket ír, de nagyon érdekes a nyelvezete, van benne egy-két nagyon érdekes szóösszetétel, amiket most nem tudok fejből idézni, de a könyv részletesen írok róla. Azt említette, hogy az édesapja egy úgymond humoros oldaláról fogta föl a legnehezebb időszakot. Attilának vannak-e ilyen típusú megnyilvánulásai? Tehát, hogy ugyanúgy megélte a börtönéveket, és ő benne mi tartotta a lelket, és igen, milyen ez stílusú nagyon, ember jó, volt? Fontos elemen az egésznek. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ő a Váci börtönben egyszer csak odalépett a társaihoz egy verssel, annak az a cím, hogy Így bocskorosan, utána a legismertebb verse. Azt írta róla Rónai László, hogy úgy lehetne összefordulni, hogy én Géretz Attila itt vagyok. Tehát nagyon emlékeztet József Attilára, de mégis van egy sajátos hangja, és ezzel a többiek őt, a többi börtönköltő rögtön maguk közé fogadták. És akkor azt lehetne hinni, hogy akkor itt elkezdett ívelni a pálya, de pontosan azért, hogy megszökött, és utána újra börtönbe került, és magánzárkába volt sokáig, ezért egy nagyon komoly mélységet kellett megjárni, a depressziós volt, és akkor egyszer csak beállt nála egy fordulat, hogy rájött arra, hogy a képzelet az egyetlen, amit őt kimentheti innen. És akkor újra elkezdett alkotni, így születtek a versek, 45 verse maradt ránk, és ebben pontosan az a fantasztikus, hogy az életigenlés. Tehát ilyen körülmények között, amikor teljesen esélytelen, be van zárva, nagyon sokat ütik, kurtavasra verik, tehát ő egy nagyon erős férfi volt, ez öttusázó, öttusa válogatott a keret tagja, tehát valószínűleg ott sokszor ellenszegült, ezért megfenyítették, és mégis rájön erre, és elkezdi ontani a verseket, és szerelmes verseket ír, istenes verseket, az édesanyjáról ír gyönyörűen, és ezekben sokszor meg-meg csillan a humor, de az élet igen, és az pedig mindig. Az előbb említett, hogy az édesanyjának ott voltak az el nem küldött levelei. Igen. Valóban milyen kapcsolattartás volt lehetséges abban az időben, tehát az 50-es évek, tehát még 56 előttről beszélünk, a kapcsolattartás a családok között, erről gondolom önnek is van emléke, illetve mesélt emléke, és biztos a Géretz hagyatékban is talált ilyet. Igen, tehát ugye ellenőrzött lapokat lehetett időnként kiküldeni, és volt a beszélő intézménye, amikor meglátogathatta egy vagy két rokon az adott rabot, de ezek nagyon ritkák voltak. Az édesanyja, jól emlékszem, a 6 év alatt, ha 6-szor volt összesen beszélő maximum talán, és volt körülbelül 2 év, amikor egyáltalán nem tudta, hogy hol van a fia. Tehát semmilyen információja nem volt. Az is döbbenetes, hogy azt írja le, hogy tudta meg, hogy mi az ítélet. Az nem úgy volt, hogy őt odahívták a tárgyalásra, vagy ilyesmi, hanem bejárkáltak a főutcai katonai bíróságra, és kétezgették a rokonok, hogy tessék mondani, van-e már itt, és úgy mondták, és volt, aki ott tudta meg, hogy halálra ítélték a fiát. Tehát ez is döbbenetes volt. Tehát, és akkor a másik rész, hogy visszafelé milyen információk, hogy azért a 53 után, Sztálin halála után nagyon komoly enyhülés következett be a börtönökben is, és akkor titokba azért ki lehetett juttatni irományokat, a versek is így kerültek ki egy részük, WC-papíron például, vagy belekaristolva a cetlikbe, vagy bármi. Tehát ahogy próbáltak a rabok, és ahogy enyhültek az őrök, így tudtak kijuttatni információt. Említett, hogy a legizgalmasabb rész a Szökés című rész, ehhez kapcsolódik az egyik vers is. Miért érezte úgy, hogy meg kell szöknie? Ez nagyon érdekes, mert ő erről írt utána később, és sőt, egy kicsit felháborodottan szól a bíróságon, a Váci járásbíróságon ítélték el a Szökésért 2 évre, ami nagyon enyhe ítélet, hogyha belegondolunk, mert hogyha 53 előtt vagy 56 után történt volna, akkor az is lehet, hogy kivégzik ezért. Tehát itt is érződik egy ilyen enyhülés, de azt mondja, most szó szerint nem tudom idézni, hogy hát ki volt függesztve, hogy ez valami vétségnek számít, ezt nem tudta, hogy ez bűncselekmény. Tehát fantasztikus, ahogy ezzel így érvel, és hatalmas nagy szabadság. Tehát épp ez az nagyon izgalmas, hogy ő rabságban van, de a szabadság költőjének is mondhatjuk. És hát rájött arra, hogy tudja ezt végrehajtani, mert a gombüzembe dolgoztak, és annak több nagy csarnoka, vagy ilyen műhely részlege volt, és ezeket nem tudták már jól őrizni. Nem volt elég őr, nem figyeltek oda. Nagyon ügyesen a rabok egy úgynevezett szamártej nevű italt raktak nekik össze, amitől kicsit becsicsentettek az őrök. Tehát nem figyeltek annyira, és ő észrevett, hogy van egy olyan műhely, ahova bejárkált szerszámokért, ott fűrészelte szét a rácsokat, és feszítette aztán szét, és azt is kihasznált, hogy árvíz volt. Úgyhogy a börtön faláig ért a Duna vize, és azért nagyon könnyen ki tudott lépni, de aztán nem volt könnyű dolga, mert hatalmas nagy vihar jött,
de annak köszönhető, hogy olyan ötusázó volt, és nagyon jól úszott, ezért át tudott jutni a túlpat. Uh-huh. Ez ugye ez olyankor egy őrületes erő hát, hogy kell hozzá, és aztán üldözték, lőttek rá motorcsónakokkal, tehát ez egy fantasztikus kaland. Hát ezért erre mondtam, hogy ez annyira filmszerű az egész, és ez egy 3 napig tartó, tulajdonképpen egy akciófilmnek is fölfoghatjuk. Magában a szökésben volt, aki segítette őt? Vagy támogatták, vagy féltek tőle az emberek? Nagyon, hát pont erről van szó, hogy mindenkire azonnal ráálltak a városban, minden rokonára, ismerősére, barátjára, és így is fogták el később, tehát ő tényleg sokszor ilyen egészen különleges módon tudott tovább lépni, hogy már körbe vettek egy háztömöt, Budaörs Farkasrét felől közelített be a városba, és ott egy rokonhoz ment volna föl, egy távoli rokonhoz, de az tudta, hogy baj van, és akkor becsapta előtt az ajtót. És már ott körülvették a nyomozók a házat, de ő átugrott egy 2 méter magas kerítésen, gyorsan ilyen száradó ruhákból fölvett másik ruhát, és a szabad népbe göngyölte a régi ruháját, és abba vitte a vonalat, tehát egész fantasztikus, és aztán véletlenül meglátta egykori szerelmét a főutcába, akinek már Margitot, akinek már volt egy új barátja, és az bújtott el egy lakásban. Egy éjszakát ott pihenni tudott, de másnapra már őket is valószínűleg bevitték, és megverték, és így árulták el. Ez nagyon fontos, hogy ez ilyen árulás elemként épült be ebbe az egész történetbe, mert ez a hosszú vers, ez kicsit ilyen pasió jellegű, az gyönyörű. De az árulás szót itt nagyon fontos, hogy elkülönítsük a júdási árulástól, tehát nem arról van szó, hogy valaki valami disznóságba elárulta, hanem valószínűleg annyira megkínozták őket, hogy kénytelenek voltak elárulni, hogy hol van a barátjuk. Halálának körülményeiről mi az, ami új elem volt önnek? Hát az egyik az, hogy mikor ment el harcolni, ugye eddig 2 visszaemlékező van, aki vele harcolt, Zsótér András, ő most Magyarországon él, és Csaszkóczi Emil, és ők többször nyilatkoztak arról, hogy is történtek ezek a harcok, és ezekből ők eddig mind 4-től tették azt, hogy együtt mentek harcolni. Az édesanyja naplója szerint 5-én, most ez olyan, nem olyan nagyon nagy különbség, csak viszonylag rövidebb ideig vett részt a harcokba. Ezzel a két barátjával fegyvert szereztek, és a Blaha Lujza tér környékén harcoltak. És akkor itt megint nagyon sok legenda rakódik erre, hogy kifüstölte Molotov koktél a tankokat, vagy nem. Ez tulajdonképpen mindegy is az anyag, hogy az biztos, hogy ott harcolt fegyverrel, és az is biztos, hogy elesett. Ezért ez nagyon fájdalmas, hogy nem csak az irodalomba nem került be a kánonokba egyelőre, hanem a történelmi könyvekben is nagyon hiányosan szerepel az ő 56-os szerepe. De az biztos, hogy utána bevették magukat, amikor a Blaha Lujza téren már nagyon sok orosz tank és harckocsi fegyveresek jelentek meg, akkor bementek a Dohány utcai Kontinentál szállodába, és onnan harcoltak. Ugyanis az oroszok ezekben a kis utcában nem mertek bemenni, mert nagyon sok veszteség érte őket, és ezért csak beálltak a kis utcákba, a Rákóczi útról, a Nagykörútról, sok felől. Se kisebbe, így van. És akkor ami mozdult, arra lőttek. És Attila pedig nem tudni miért, nem tudta megvárni, hogy besötédedjen, hanem lement egy Molotov koktéla, hogy ezt az egyik tankot itt megsemmisítse, és észrevette egy a tankba ülő orosz katona, és egy gépfegyversorozattal terítette le, és ott esett össze a Dohány utcában. És akkor ez is nagyon izgalmas, hogy a másik nagy szerelme, Marica, jött utána a katonáktól kapott iratok alapján őt eltemetni, és a Klauzál téren egy idejes sírba tették, vagy temették el a helybeli lakók segítségével, ahol már jó sok szabadságharcos feküdt. Sok mindent tudtunk meg Géretz Attiláról, a Géretz hagyatékból, Hajnal Géza segítségével. Tényleg, megmondom egész őszintén, amíg nem kapta meg a díszpolgári címet, én nem is hallottam a nevét, szégyellem magam, de hát ahogy ön is említette, nem került azok közül az írók köré, akik bekerüljenek a történelem könyvekbe, akik, és nem is tudott már élni azzal a lehetőséggel, fiatal koron elhunyt a következtében, hogy a tetteiért, illetve a szép verseiért el lehessen ismerni őt az életébe. Az előbb 45 verset említett. Tényleg ennyi összesen a ránk maradt hagyatéka, ez a 45 vers? Így van, igen, 45 vers. Ugye azt kell látni, ezt mind börtönben írta, körülbelül két évig írta ezeket. Ezekben van nagyon hosszú vers is, tehát gyönyörű hosszú versek is, és vannak egész rövidek. Másról nem tudunk. Vannak még fordításai, 14 műfordítása maradt ránk. Ez a könyv, amely most a történelmi intézet, tehát az 56-os intézet támogatásával tudott megjelenni, kapható-e forgalomba?
Igen, most jelent. Tehát megjelent, van a könyvesboltokban. Én azt hiszem, hogy talán sikerült fölkelteni az önök érdeklődését, tehát Hajnal Géza a Gérec hagyaték című művéről van szó. A kortárs kiadó volt az, aki gondozta ezt a könyvet. Még annyit áruljon el nekem, hogy az összes vers megtalálható ebben, vagy pedig egyáltalán hol találhatunk rá Gérec versekre, mert szerintem azért érdemes lenne őket elolvasni. Így van. Nem, ebben csak idézek vers részleteket pont azért, hogy kövessük, tehát mint kordokumentumok szerint az életrajzot, illetve bizonyos részeket elemzek, illetve más irodalomtörténészek elemzéseit veszem át. A verseket kiadták, méghozzá sokszor, többször is. Először a Stádium kiadó, Kárpáti Kamil, aki rabtársa volt és költőtársa Gérec Attilának az ő gondozásában, és aztán ő nekik, a Stádium kiadónak jó pár kiadványa szerepelteti Gérec Attila összes versét, illetve megjelent az Így Bocskorosan című kötet a Kráter Műhely Egyesület kiadásában, amit a emlőben, mint tehát Marica indított el, hogy adják, hogy a két szövegváltozat eltér egymástól. Ez egy külön izgalmas téma, hogy ezért szeretném, hogy egy kritikai kiadást is kiadni Gérec Attila verseiből. De ezeket elérhetők, és a legkönnyebben elérhető pedig az interneten, amit a Maricának a férje, Hisz Győző hozott létre egy weboldalt, ahol az összes vers megtalálható. Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztotta velünk. Gratulálok a könyvhöz. Ha gondolják, vegyék meg, nézegessék egy kicsit. Azt gondolom, hogy érdemes lesz, hiszen olyan dolgokra bukkanhatunk benne, amely egy picit közelebb hozza hozzánk azt az időszakot, amelyet mi, hála Istennek, nem éltünk meg, de amelyre mindenképpen emlékezni kell. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.